Velünk élő történelem, Trianon. Nagy szeretettel köszöntöm stúdió vendégeimet, hiszen mindjárt ketten is vannak. Először is Bottyán Zoltánt, a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettesét, a mi tanárúrunkat, és nagy szeretettel köszöntöm Horváth Istvánt, aki elnökségi tag, és az aláírásgyűjtők nevében ül most itt velünk. A témánk pedig hát bizony nagyon komoly, azt kéne megbeszélnünk, hogy vajon nemzetgyilkossági kísérlet volt-e a trianoni békediktátum, illetve már előtte az a sok-sok esemény, amiről beszéltünk, és hát ezzel is kezdünk, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Kedves Zoltán, kezdjünk bele, és eljutunk valameddig. Igen. Először is indokolnám, hogy miért ez a cím. Ugye az előző adásban arról gondolkoztam, hogy milyen helyzetben is voltak a különböző magyar kormányok. Tisza István, akkor ő már nem miniszterelnökként, de mint az ország vezető politikusok, Károly Mihály kormánya, aki vakon hitt a pacifizmusban és a nyugati demokrácia elveiben, Kun Béla, aki egy másik nagyhatalmi, új feltörekvő ideológiának és hatalmi képződménynek az apostola itt magyar földön, nem egyedül, mert hasonló mozgások történnek Ausztriában, Németországban ebben az időben a kommunizmusnak. És akkor utána mindezeknek a bukása, utána a többi magyar kormányok, a Friedrich kormány, majd a Antant jóváhagyásával létrejött Huszár kormány, és a béketárgyalásokra elinduló küldöttségünk, és az ezeket követő kormányok milyen kényszerhelyzetekbe jutottak. Emlékeztetek csak arra, hogy 1919 nyara és ősze az egyszerre a tanácsköztársaság bukása, Budapest román megszállása, Dunántúl megszállása, majd pedig ennek a előbb említett kormánynak a megalakulása, és ami elkezdődik, ugye emlékeztetek erre a román-magyar personálunióról folyó tárgyalásra, ami egy döbbenetes dolog, mutatja, hogy milyen feneketlen mélységbe, kilátástalan helyzetben van a magyar külpolitika, hogy az újra visszatérő jobboldali erők se látnak más kiutat, mint hogy hát a románokkal kell megegyezni, és akár komolyan venni azt a tárgyalást is, hogy Ferdinánd király koronája alatt egy román-magyar personál unió jöjjön létre. Az ember mai napig is belerendül ebbe. És akkor utána a trianoni béke megkötése után pedig elindul egy ilyen harc ennek a körönfeketényi nyugat-magyarországi területnek a megtartásáért, Nyugat-Magyarországért, amiből végül is az lesz, hogy bár mindenki tudatában van annak, hogy Ausztria katonai erővel képtelen lenne megszerezni és megtartani a Nyugat-Magyarországot, de mivel már egy évvel korábban odaígérték nekik a Saint-Germain-i békében, hát a magyar kormánynak kell kapaszkodnia, hogy milyen módon is tudjon legalább valamit megmenteni, és hogy használja fel azokat a népi erőket, amelyek Sopron környékén összegyűlnek, és amelyek augusztus 29-én az első ágfalvi csata után érdésmond a teljes nyugat-magyarországi területet birtokukba veszik, és tartják, és a rajtabánságot kikiáltják. Nos, és el kell jussanak odáig, hogy hát végül is beleegyeznek abba, hogy a velencei konferencia majd megszavazza, hogy lehessen népszavazás Sopron és környékén, és ha nem is az egész Magyarországot, Nyugat-Magyarországot, de ezt a kis részt, úgymond a népszavazás. Jól lehet, itt már két békeszerződés után vagyunk, tehát a Saint-Germain-i osztrák békeszerződés és a trianoni magyar békeszerződés, amelyik mind a kettő szankcionálta, hogy Nyugat-Magyarország tokkal vonóval az osztrákoké. Ezt úgymond népszavazással, ami eleve ellentmond, hiszen az egész békeszerződés rendszer azon állt, hogy, mint ahogy Tardieu is, Masaryk is mondta, választani kellett a népek önrendelkezésének tényleges figyelembevétel, a népszavazás,
hogy ezeknek a Trianon államoknak, például Csehszlovákiának a létrehozása között, mert népszavazás esetén ez nem jöhet létre. Nos, a kérdés az, és azért hoztam ezt mutatóba, ez egy nagyon érdekes, az internetről letöltött munka, aminek a címe is beszéd, és azt mondja, hogy összefoglaló a külügyminisztérium számára, ez egy komoly hivatalos kiadvány, az 1919-es párizsi békeszerződésekről. Hogy milyen is volt ez? Nos, ez a kérdés, hogy vajon itt az történt-e, hogy ezt nem lehetett másképpen, mint ahogy a Mieran kísérőlevele mondja Aponyinak válaszolva, hogy higgyék el, mi azért kellett így csináljuk, mert mindent megvizsgáltunk, és mivel kiderült, hogy ennél jobb békét nem lehet kínálni, ezért kénytelenek voltunk, és majd kisebb kis apró határmódosítások lehetnek itt-amott. A kérdés tehát az, hogy igaz-e ez, annál is inkább, mert ez a dolgozat szinte kivonata annak a szellemiségnek, amit a Magyar Tudományos Akadémia is képvisel, a magyar hivatalos történetírás is képvisel, ami azt próbálja érzékeltetni, hogy hát ezen a béketárgyaláson voltak szerencsés és szerencsétlen körülmények, és tulajdonképpen hát végül is annyira nem is lehet hibáztatni ezeket az embereket, hát elvesztettük a háborút és kész. Most a kérdés tehát az, hogy adhatunk-e hitelt, mit mondjunk a gyerekeinknek, mit mondjunk a családoknak, adhatunk-e hitelt ennek a szemléletnek, vagy pedig tartható és fenntartandó-e, és kell gyűjteni az aláírást azért, hogy rádöbbentsük azt a magyarságot, amelyik tulajdonképpen ad akta tenné ezeket a trianoni eseményeket, hogy miről is szól ez az egész békerendszer. Most ezért gondoltam azt, hogy éppen ezt a dolgozatot veszem alapul, mert ez a dolgozat azt tűzi ki célul, hogy csak olyan dokumentumokat fogod el, amelyek tényeket vizsgálnak, amelyeket hivatalos politikusok és történészek a legszigorúbb tények tiszteletben tartásával igyekeznek feltárni. Nos, milyen is ennek a szemlélete, és mi az, ami a magyar történetírásban is visszaköszön? Hát elsősorban mindenféle mentséget igyekeznek keresni. Többek között itt azt látjuk, hogy az egyik mentség az, hogy hogyan is jött létre a békekonferencia. A békekonferencia szerzői nagyon nehéz feladat előtt álltak, mert nem volt előre kidolgozott részletes program, nem egyeztek meg abban, hogy melyik szinten milyen döntéseket fognak hozni, és ezért nagyon sok rögtönzés jellemezte. Ilyen volt többek között az, mint egy 32 szövetséges állam volt, hát mindegyiknek nem lehetett szót adni, mert egy-egy delegációra órákat kellett szentelni, mint tudom én, csak gondoljuk, hogy Benes ameddig másfél óra alatt kifejtette mindjárt az első alkalommal a maga véleményét, vagy Bratianu hasonlóképpen a románokról, és folytathatnám így tovább versenyssel a szerbek részéről. Lehetetlen mindenkinek szót adni, hát akkor mit csináljon az a győztes hatalom, amelyik itt áll, és akkor először létrehoztak egy tízek tanácsát, ami állt a győztes miniszterelnökökből, tehát először is 12-én elhatározták a négyek, amerikaiak, angolok, franciák, olaszok, hogy beveszik a japán miniszterelnököt is ötödiknek, illetve a külügyminisztereket, és akkor a japán külügyminisztert is mellette, így jött létre a tízek tanácsa. Igen ám, de hát nagyon hamar kiderült, hogy hát a szép általános lózungokon kívül itt érteni is kellene valamihez, és ezért a bizottságok létrehozását javasolta Wilson, és ezek bizony több mint 12 ilyen bizottság jött létre, amelyeknek eredetileg az lett volna a rendeltetésük, hogy javaslatokat tegyenek a nagyoknak. Ezért a tízek tanácsa osztódással hasadt, létrejött az ötök tanácsa, a miniszterelnökök tanácsa, ez korlátozódott a négy nagyra, és a bizottságokra,
amelyek minden gyakorlati kérdést tárgyaltak, és amelyek előbb-utóbb ahhoz a szerephez jutottak, hogy a külügyminisztereket gyakorlatilag félretették, vagy egy harmadrangú statiszta szerepre korlátoztak, és hát ők adták elő azokat a javaslatokat, amelyeket ezek a nagyok végül is, legalábbis magyar vonatkozásban, de német vonatkozásban is így történt, szentségként szentesítettek. Ebből adódott aztán az, hogy olyan esetek fordulhattak elő, mint amire én korábban utaltam, elsősorban Lloyd George-nak a 1919-es, 1920-as magatartásában, ahol ő megpróbál elsősorban az aponyi beszéd hatására, de egyébként is az amerikai küldöttséggel sok mindenben egyetértve, amikor már teljesen a földben döngölték a Magyarországot, akkor ők elkezdtek egy kicsit a magyarság érdekében is felvetni gondolatokat. Ezeket aztán rendszerint nagyon hamar elvetették, és aztán ezekből semmi sem lett. Nos, a kérdés az tehát, hogy elfogadhatjuk-e azt, hogy ezek véletlen szerű dolgok, tehát az események kényszere hatására alakult így, és nem alakulhatott ez másképpen. Jelezném, hogy olyan emberek, mint például Nicholson, aki vérmesen magyar ellenes volt a tárgyalások folyamán, ő maga veti fel, hogy lehet, és ugyanilyen a Keynes, az amerikai delegációnak az egyik tudós közgazdásza és politikusa, mondják azt, hogy először nézzük meg, hogy lehet-e egyáltalán béketárgyalásnak, lehet-e egyáltalán konferenciának nevezni ezt az egész folyamatot. Hiszen azt se tudták, mondják ők az elején, hogy most miről is döntenek. Hogy egy eredetileg az lett volna az elképzelés, hogy a győztesek egy előzetes béketervet dolgoznak ki, utána meghívják a legyőzötteket, és akkor velük együtt igyekeznek egy végleges határozatot hozni, amiből aztán, amint tudjuk, semmi sem lett magyar vonatkozásban, de német vonatkozásban is, az lett, hogy az ő meghallgatásuk nélkül véglegesen szentesítették ezt. Ugyanez a Nicholson és a Keynes elmondja azt is, hogy tulajdonképpen az történt, hogy nagyon sok nyugati tárgyalási résztvevő Wilson hívőként érkezett ide, és teljesen kiábrándultan, majdnem, hogy Wilson gyűlölőként távozott a végén. Azt mondja, hogy hát különösen az a legutolsó esemény, a Nyugat-Magyarország elcsatolása, ez tulajdonképpen szembeköpése volt mindannak, amire a nyugati hatalmak eredetileg ígéretet tettek. A népek önrendelkezési joga, stb. Hát itt szeretném majd folytatni a következő adásban, úgyhogy kérem önöket is, hogy feltétlenül jöjjenek, hiszen egy nagyon izgalmas résznél tartunk most, de legalább olyan izgalmas, hogy vajon hol tart az aláírásgyűjtés, milyenek a tapasztalatok. Úgyhogy most Horváth Istvánhoz fordulok, hogy szeretnénk tudni, hogy ön hogyan látja most az aláírásgyűjtés helyzetét, hogy lehetne javítani, megsokszorozni. Ezt a trianoni békediktátumot, amik abszolút könyörtelen és hazugságokon alapult, és a magyar nemzetet kritikus állapotba hozta, ezt két csoport alkotta, ezt a bizottságot, a hozzá nem értő politikusok, akinek történelemtudata semmi nem volt, és a hazugok, csalóknak a csoportja. És ebből született meg ez a diktátum. Jaj, de szörnyű belegondolni. Igen. Hát ezért próbálunk ezen változtatni, és ez a békediktátum újra tárgyalása érdekében szerveztük meg ezt az aláírásgyűjtést. Aláírásgyűjtés az körülbelül most olyan 300 ezer aláírást már meghaladta, és szeretnénk végéig 500 ezerig eljutni, de ehhez szükség lenne, mindenki összeszedje magát, bejöjjön a Világszövetséghez, a Semmelweis utca egy szám alá, és kérhet aláírásgyűjtő éveket, és
és mindenki azt a 8 aláírást legalább meg tudná ejteni a családjába, barátai között, stb. De még többet is. Hát én a mindenféle más teendőim között, mert segélyszolgálatot vezetek és visszük a segélyt Kárpátaljára, ezen kívül még azokkal együtt, akiket megbíztam, hogy még aláírás gyűjtsenek, tehát én adtam nekik a aláírásgyűjtő lapot, körülbelül 1500 aláírás gyűjtöttem össze, de ez mellékesként, mert minden mást csinálok. Pártokon kívüli kéne legyen ez az aláírásgyűjtési akció, mert minden magyarnak kell fájni, akármilyen pártba vesz részt. Fontos az, hogy ezt újra legyen tárgyalva, mert ez nem reális. Ez egy traumát okozott a nemzetnek, ezt valahogy meg kell oldani. Köszönjük szépen. Igen, Zoltán, igen. Hozzáfűz még hát valami? Annyit, hogy azért ma 15-én, ma éppen 2 éve, hogy elindult a nemzeti konzultáció, ugye a Bocskai Szabadságharc kezdetének a dátuma, de a II. Világháborúban is nagyon fontos esemény, akár a Horthy kiugrási kísérlet és az ezzel megfordult teljes belpolitikai és háborús helyzet is, aminélkül értelmezhetetlen mindaz, ami történt. Tehát úgy gondolom, hogy ez a nap külön is kötelez minket arra, hogy olyan rendezvényeket is hozzunk létre, amelyeken a erős magyar érzelmű nemzettestvéreink a Trianon 100. évfordulója előtt tömegével indíthatják el, és adhatnak lendületet ennek az akciónak, és várjuk őket. És ezzel zárjuk akkor mai beszélgetésünket. Mindenki tegye a szívére a kezét, és ha úgy érzi, menjen, váljon aláírásgyűjtővé, de minimum önmaga írja alá az íveket. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen a lehetőséget.